Sziasztok, én Dév vagyok, és ez nem más, mint az Internet Café Simulator, amibe eléggé nagy pénzeket tudunk már majd a mai részben elkölteni. Mennyivel kezdünk? Egy 6400-acskával, így visszafogottan, easy. Mi újság itt, srácok? Ez ilyen utórengés volt, utórobbanás, hogy mi? Hallod? De a deck az úgy áll a szájába, bátya, hallod? Hát nem ám itten leveri a csikket, vagy valami, nem. Hát az még szívni kell. Jó van, ahogy látom itt az állapotok maradtak. Nagyjából hasonló a minősége a helynek. Hát figyelj, akkor ez egy ilyen olyan bomba volt, hogy még 10 év múlva is robbanni fog. Most, hogy ennyire jól megy a hely, és most már van megfelelő védelmünk is, mert minden, szeretném egészen jól beindítani a dolgokat, és úgy igazán minőségi, 5 csillagos értékelésekre rámenni. Legalábbis nagy rész, na. Legyen kék a színe általában, és azzal én már megelégszek. Na, és hát legutóbb úgy vettem észre, hogy úgy nem nagyon teltek a napok, annak ellenére, hogy teltek a napok. Ugye érted? Szóval egészen konkrétan nem kell fizetni az alkalmazottak után. Csak ugye, hogy halszok egyszer, ami hát eléggé ritkán van, szóval szerintem ebből a tekintetből easybe be tudnánk mindenkit vállalni. Jöhet vissza a séf, most rúgtuk ki, semmi baj. Jöhet Mascot, aki valami kabala figura és felhívja a vásárlóknak a figyelmét. Jöhet a takarítónő, igen, ő még akkor is jönne, hogyha napi 200 dollárt ki kéne fizetnem. Na várjál, meg közben az nyissunk is ki. Azt elfelejtettem. Szóval, igen, a takarító az kell, mert brutál mennyiségű szemetet hagynak maguk után, és a felszolgáló lány is jöhet. Így akkor teljes a crew, és végre most már... jaj. Rossz gomb. Ó, kis izé! Robot porció! Hát nem tudom, hogy fog majd elbánni az eldobált aludobozokkal és mindenféle egyéb dolgokkal, de szerintem meg fogja majd oldani, ugye a séfünket már ismerjük, és... aha. Szóval miatta fog több látogatóm jönni? Hát figyelj! Ahogy láttam, űrlény Trumpot megfogta a dolog, szóval végül is annyira nagy baj már nem lehet. A lényeg, hogy működik, oké? Ő így táncol. A kérdés csak az, hogy vajon most így van felszolgáló lányunk, ugyanúgy approvalnom kell, hogyha valaki kér valamit? Ott egy lábnyom. Bobby a kis porszívó. Ebben fel is szívta. Persze, jó sáros, vizes lábnyomot. Hát, elég gyors robotporszívóhoz képest. Bobika! Figyelj csak! Azt... ó, aha, be is szívta. Azt is beszívja. Jaj, de jó. Oké, nagyon jó barátunk leszünk Bobikával. Nézzük csak, hogy a légkondik mennek-e. Ez gondolom ment, mert ez is ment, oké. Akkor igazából minden a legnagyobb rendben van. Kiszolgált emberek után is, mintha kaptam volna a skill pointot, és ez arra enged következtetni, hogy akkor már lehetünk egy páran. Nagyobb eséllyel fognak extra time-ot kérni a vásárlók, tehát hogy még egy fél óra, még egy óra. Az alapon felül még több borravaló, az mindig jól jön, és még több extra time? Miért ne? Oké, legyen az is a következő gambler. Sometimes in the casino you have possibly getting back the bet you lost. Én letettem a szerencsejátékot, de 220 skill point, ha meg lesz, akkor teszünk még egy próbát, maradjunk annyiba. Jó, itt közben el kellene fogadni a dolgokat. Igen, 3 request is van, mindegyiket persze, nyomjátok! Jó, az árak visszaálltak már megint, basszus. Nem baj, kitornázok őket mindjárt, és van egy orderünk, ami menü 6, már ott is van. Hát és már vissza is ért, hallod? Hát ez teleportál. Micsoda felszolgálás. Na, azért egyet szeretnék látni, hogy mi történik, csak úristen, mennyien van, vagytok. Hello, igen, a pénzt meg mindig nekem kell elvenni, igazán erre is lehetne ide egy recepciós, aki elfogadja a pénzt is, meg hogy approvalja a dolgokat, de
Hát azért nekem is kell csinálni valamit, érted? Büdi van, igen, ezt mindig elfelejtem. Valami légfrissítőt igazán lehetne venni, de nem tudok róla, hogy lehet. Mert lehet a jövőben lesz olyan. Hop, 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 igen, van gondolom egy ételrendelésük. Egy sör, de ezt is úgy viszi ki az asztalhoz, mintha a legnagyobb kacsasültet vinnék ki. Hát ez gyönyörű személyzet, jó van. És van megint egy orderünk, akkor gondolom már... Már ki is vitte, jó, akkor ez az volt. Zsír. Milyen egyéb fejlesztések vannak még, mert közben megint visszamentünk $2000 fölé, szóval egészen menők vagyunk. Upgrade. Na, mit kéne venni toilet-re? Nagyon sok panasz érkezett az értékeléseknél, szóval azt mindenképpen szeretném megvenni. És nézzük meg, hogy ez hova került. Wow, aha! Na, akkor mégiscsak ki lett használva itt ez a hely. Nem úgy van az, és hát egy kellően retkes ajtó mögött, egy kellően retkes WC. Hát, jó, oké. Na, azért van, amikor van, aki átveszi helyettem a pénzt, csak hát egy pörgőrúgással általában. Viszont láttam én erre fejlesztéseket, tehát például... Piszoár, WC, talán még egy tükör, szappan, nem rossz, ha van, meg hát készszárító, ráadásul elektromos készszárító, szóval hát ez 21. század, igen, ide pótoltuk a tükröt, szappan adagoló készszárító, plusz egy WC, hát ez 5 csillagos, mondjuk azért én nem feltétlenül mennék ráülni, flush, mi? Ja, lehúzni, oké, hát... Nem tudom, még kéne lehúznom. Rendesen ide bejön valaki amúgy, vagy nem, ez csak így van és kész. Ó, valami történt. Fura ajtóhangot hallottam. Ó, bocsánat, nem akartam. Tesó, hát ez hogy fog leférni? Hát nem tud magad után lehúzni, azért... Lehet abban egy vákum, mert leszippantotta, akkor így néha távozásnál elmennek kakálni. Oké, korrekt. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy vegyünk egy pár új játékot is, az egy darab játék helyett. Mik vannak itt? The Coin Simulator, egy kis Witcher, Cyber The Hotfix, igen, jobb, mint az eredeti game, Half Game 4, majd az álmainkba esetleg. Miner Speedrun. Adnám. Fat Smokes. Gondolom a Remaster vagy Definitive Edition. Skin Royale. Jézus, mi ez a kép? The Legend of Green Boy. Metal Shrek talán, vagy... Hello, Shrek vagyok. Megvesszük. League of Dota. Mi? League of Dot 4. Az egy 4-es. Jó, megvesszük, szeretni fogják. A Far Cry Classic. Red Horse 2. Chicken Pen Royale. Igen. Zombie Wit versus. Oké. Zombie Wit versus 2. Persze, a második rész volt a kedvencem, az első nem sikerült igazán jól. Dead of Boy. Reméljük a PC-s verzió már. Zifa Early Access. Ahogy látom, az a lábmozgás még az Early Access-re akar utalni. Bean Astronaut. Komolyan, Porsche Astronauta. Hát ezzel a névvel jött volna ki, szerintem senki nem játszott volna vele. Mr. Passenger? Mi? Megvesszük, nem érdekes. Valami övékönör, oké. Helmet Guy. Jó kis hello. Ez mi? Nem tudom, de furán néz ki. Minden esetre megvesszük, és innentől kezdve reméljük, hogy nem lesz annyi emberke, aki hát nem gamingelni jön, hanem olyan dologra, amit talán nem kéne. Mert hogy arra emlékszem, hogy talán az első részben azokat... Nyakon kellett verni, de jaj, ne idebent, már légy szíves, ne idebent, nincsen baseball ütőm, nincs, huha. És nem tudnánk mondjuk megoldani a, nem tudom, seprűvel, vagy a poroltóval nyakon verni, menj már innen kifelé. Hát nem hiszem el, spirit kell.
be volt feszülve a csávó, nem mondom. De itt még nem láttam ebben a részben arra utaló negatív értékelést, hogy valaki rosszaságokat nézett. A VR fecetben mondjuk nem tudom, hogy mit csinálnak, azt nem tudom ellenőrizni. Minden esetre elméletileg őket nagyon kellene veretni, hát nem tudom. Szarok a gépek. Jó, értem, de úgy vagyok velük, hogy ez is egy opció, érted? És nem feltétlenül. Na mindegy, lesznek meg itt jobbak. Leventünk egy kicsit pénzügyileg a játékvásárlásokat, de még mindig van 5600. Mi most a menü? Hát még olyanok nincsenek, hogy piák, párpia, meg jégkrém, meg ilyen nasi, chipsek, igen. Akkor az kell a vending machine, amit szerintem meg is vehetnénk, például, illetve a mikrót is, hogy a tegnapi nem elkelt hamburgert meg tudjuk melegíteni és eladni. A hűtő, behűtött piáknak és a coffee machine. A kávét is fel tudjuk most már szolgálni. Hát most már így a rendelések is jobban bepörögnek. Aha, már viszi is kife. Már gondolom már kivitte. Jó van akkor. Nagyon jó. És van itt egy olyan, hogy POS device. Hogy kártyával tudjanak fizetni. Lehet, hogy akkor már nem kell majd elvennem a pénzt, hanem oda megy majd és lecsippantja. Hop hop. Megy a WC-re, barátom, figyelek én, ha nem húzod le magad után, jön a nyakleves. Na jó, hát anyád milyen illemre tanított. Komolyan, ott a lehúzó. Ennyit kellene csinálni. Jó, tudod mit, lehúzom helyetted. Francba, vér nincsen baseball ütőm. Jó, lehúzás. What? Az én dolog, hogy le kell húzni utánatok, de miért szartatok a csap elé? Hát nem már. Porszívócska, van itt neked egy kis munka? Gyere csak, hamam! Biztos jót tesz a tartájának az. Felhörpinti, na jó, várjál. Intézem. Mondjuk a felmosóval is biztos jót tesz. Aha, és nézzük az új konyhát, azért sokkal, sokkal jobban egybe van. Habár a hűtő az üres. de a coffee machine az itt van. Coffee jug. Hát na jó, de az honnan? Innen tudok valamit venni, mondjuk kérem a 14-eset. 5 dollár. Hát egyéb a hely! Hagyjál már! Na? Ó, és megkaptam! De jó! És most mit csináljék vele, basszus? Berakjuk a hűtőbe, vagyis fagyasztóba, legyen jó hideg! Aha, valaki jön önnen hátulról. És akarsz is fizetni? Ah, te akarsz fizetni mindenképpen. Ott a terminál! Húzd már le! Jó, másik meg már intézve lett. Bóravalóz összeadott. Hát akkor most már nem kell mindegyiket elvenni, talán. Automatic sliding door, ezt miért nem vettem eddig meg? Komolyan mondom, mennyivel jobban néz ki. Az igen. Na jó, azért nem mondom, hogy egy ötcsillagos szálloda lett egyből, de azért ez mennyire király már. Hot dog kárt, 1500 ér. Uha, mondjuk már csak 1000 dollárom van közben, azért óvatosan a nagy költekezésekkel. Hol a hot dog kárt? Hello! Hogy kikukucskál meg ül le. És akkor ez itt így, hogy működik? Jézusom! Én egészen másra számítottam így. Ezért nagyon fontos, hogyha olyan kép látszik a jányról Facebookon, amiben mondjuk csak így a szeme látszik, akkor ne bízzatok semmibe, oké? Okay? Még bármi történhet. Jaj, ez mi volt? Szerintem kártyával fizetett és lepittyentette. Zsír. Jó a hőmérséklet amúgy? Na, nagyszerű. A budiba is? Nem, a budiba konkrétan odafagy a slag a WC-hez, hogyha véletlenül hozzáér. És a konyhába is jéghideg van, mondjuk szerintem a szakácsok nagy része nyáron örülne a 19 fokos konyhának, mert meg lehet dögleni, de akkor kéne venni 2 darab izét is. Légkondit, és nem hiszem, hogy számít, hogy jobbik légkondi vagy rosszabbik légkondi, de hát megtehetjük, szóval vegyük meg a jobbikat. És arra gondoltam, hogy akkor a jobbikat rakjuk kintre, a rosszabbikat pedig be ide meg a fürdőbe, és akkor úgy, ja. Hát vége a napnak, nem jönnek újak, szóval én azt mondom, hogy bezárunk, és
az internet kávézó elsötétül egy pár órára, hiszen nagyon fontos dolgom akadt. Először is beillatosítunk. És akkor most, aranyom, jött a gambling. Hiszen pontosan 220 pontom van, így ki tudom osztani erre a pontot, és van 3000 dollárunk. Szóval arra gondoltam, hogy ennek a skillnek az örömére dobjunk föl 50 dollárt 100-as autospinre, és meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Valószínűleg a 100 előtt teljes bukta, de egyébként mi baj történhet, és akkor figyelem azt, hogy mikor kapom vissza csak úgy random a pénzemet. Mert akkor elméletileg 50 dollárt kéne pluszba írnia. Hát 80-nál tartok, de olyat én még nem láttam, hogy visszakaptam volna a pénzemet. Free spin! Gyerünk! Egy bomba komolyan, de? Nulla bomba. Százas bomba! 1300 dollár! Jó! Azért lehetett volna az jobb is, de jó! Azaz! Jó! Free speed! 2-es szorzó! 51-es szorzó! Ó, az lesz az! Az lesz az! És nincs még egy! Nem baj! 1500! És ott a vége. Hát 4700-ra felmentünk. Hát nem mondom, hogy egy nagyon erős kör volt, maradjunk annyiba. De legalább nem mínuszban vagyunk, az is valami. Mennyit tudok max megpörgetni? 100-at? Hát de most nem fogok. Hát én egyszer nem láttam olyat, hogy visszakaptam volna a pénzt, szóval nem tudom. Elvileg ez az. Na mindegy. Akkor így jártunk. Azért lett egy kevés. Közben amúgy mennyit bányáztunk, mert majd még nem is adtam el semmit. 0,2 bitcoin, 5000 dollár! Hát akkor megint 10.000 dollárnál vagyunk, köszönöm szépen. Nem sokat töltöttünk így az alsóbb összegeknél, és ha jól látom, akkor megint hajnali egy van, szóval még mindig nem jön senki. Viszont legalább van addig egy kis időm elmenni és vásárolgatni a sikátorba, viszont mielőtt még ezt megtenném, azelőtt egy nagyobb táskát is szeretnék, mert nem akarom hármasával elhordani a kártyákat, maradjuk agyiba. Melyik a legnagyobb táskád? Gondolom a 3000-es, szóval már meg is vettem, ezt edd meg, vagy nem tudom, mindjárt eladjuk neki. Illetve ezzel a nagy táskával már tudom majd hordani otthonról a hülyeségeket is, mert az a helyzet, hogy hát ott ilyen félig szeméttelep van már, maradjunk agyiba. Eddig ez volt itt a szemétlerakóm, de most már majd így el tudom vinni, és ja, hogy ő itt alszik, és ébérél dolgoztatom. Hát ez nagyszerű. De viszont egy nagyon lelkes és odaadó munkaerő, ezt értékelni kell, azt hiszem. Ezért nem rossz, 32 dollár vissza a poroltóért, oké. Illetve veszek még ebből kettőt, egy baseball ütőt. Illetve vannak itt ezek a CD-k, ezekre még nem nagyon jöttem rá, hogy micsoda, de azért veszek belőle négyet. Valami biztos lehet vele kezdeni. Eléggé sanda gyanúm van, hogy valamiféle kalóz játékok árusítására akarna ez így hajazni. Aztán majd meglátjuk. Más nagyon így nem lehet, szerintem. Visszatért a kedvenc vásárlót. Szia! Kérnék egy pár videókártyát. Egy ilyen kezdő nem vehet több kártyát. Na tudod, kit kezdőzzél? Ja, várjál, azóta nem is kaptam skillpointet. És 140 a kövi szint. És akkor BTC minert se vehetek? Á, de azt vehetek. Még van 4000-em, hát az még bőven 2 BTC miner, csak hogy ebbe az irányba is elinduljunk. Kíváncsi vagyok, hogy ezeknek hány megahash a teljesítményük, hiszen a kártyák azok ugye 50 megahashesek, pont dupla annyiba kerül, mint egy kártya. Hát meglátjuk, hogy adja ki a matek. Hogy ráraktad a bányára, hülye vagy? Hirtelen megijedtem, hogy hol van. Jaj, de ezt hova rakjam? Itt nem lesz annyira szem előtt szerintem, majd aki jön WC-re, az talán egy kicsit meg fog lepődni, de hát mi ebben annyira meglepő? Csak pár rig. És ha jól számolom, még pont elférne oda egy. Milyen érdekes, ez meg kigyulladt, milyen érdekes. És ott vannak a kártyák, szerintem ezt is bekapcsolhatjuk. Mi a kód? Ó, átmásolta, oké. Most már akkor ez is működik, és így mennyi is a teljes sebességünk, csak nem 500 megahash.
De bizony, 502 megahash. Most már csak azt kéne kitalálni, hogy hova menjenek az ASIC minerek. Ez igazából végül is ugyanúgy ugyanazt csinálja, mint a videókártya, csak ezek már direkt arra vannak gyártva, hogy bitcoint bányásszanak, ezzel igazából más nem lehet csinálni úgy alapesetben, csak bányászni, és ez már befér oda a szekrénybe. Ó, de még hogy beférne a szekrénybe, hogyha be lehetne rakni a hűtőbe? Jaj, nem már, hogy nem lehet berakni a hűtőbe. Felső polc, valami, nem? Jó van, akkor ide rakunk egyet így de a vízforraló mellé. Egyet ide a mikró mellé, egyet ide a kávéfőző mellé, mint egy átlagos bányásznak az otthona a télen, amikor fűtésre is jól jönnek. Miner interface, igen, be van írva, és 75 megahash. Hát ez szar. Mondjuk 10 kW-ot teszik közbe, ez pedig 14 kW-ot. What? Hát ennek azért nem kellene ennyire szarnak lennie, legalábbis hát bitcoin bányászatnál kifejezetten nem, főleg, hogy kártya van, ma nem is lehet bitcoin bányászni. Ez konkrétan sehogy se éri meg ezeket venni. Ja, ott van, így most 728 megahash-re bányászunk, attól még jól hangzik az. Hát akkor... veszek egy old speakert, illetve egy 5.1 szisztemet, illetve egy premium speaker szisztemet, hogy legyen azért itt valami zene, és akkor most már elméletileg ezt itt el tudjuk indítani random lejátszáson. Az igen! Ha nem tudom, hova húzzam a zene hangerőt. Szerintem itt így jó lesz. Úgyse az a fontos, de ez így hol van? Hova rakta? Ja lol, hogy oda felcsapta a falra, hagyjad már, de menő. Ha rendesen már jönnék ide. What? Oké, WC-be is van az 5.1 system? Hát, az nincs, de kula az van, az rendesen. Ó, és megjöttek az ott a légkondik, bakker, el is felejtettem. Azokat gyorsan dobjuk be, és akkor ez átjön mondjuk oda föl. Ezt ide be a piszuár fölé, hagy érezze a friss finom szelet, miközben üríti a tartályt. És akkor a jobbikat pedig, hát amúgy megpróbálom berakni, oda nem lehet. Mondtátok, hogy próbálja meg berakni középre, hogy esetleg akkor mind a kettő oldalt fogja hűteni egyszerre, és akkor nem kell belőle a kettő külön helyiség részbe, de úgy néz ki, hogy ezt így nem lehet kijátszani itt, bár nagyon figyeltek. És akkor nézzük, hány fok van? 25. Ó, 25. Jaj, de jó. Már nem lehet itt mire panaszkodni, komolyan mondom. Csak még mindig maximum arra, hogy büdi van. Nem lehet tényleg venni légfrissítőt, vagy légtisztító, vagy legyen bármi? Hát nem. Hát pedig ez így tökre adná magát, amúgy, na mindegy. Szerintem azért most már egészen jók vagyunk. Milyenek az értékelések? Super Internet Café for 8-bit games. De amúgy nagy rész kék. Figyeld, már több a pozitív, mint a negatív értékelés. És igazából a büdösre még ugye úgy panaszkodnak, de hát na. Az folyamatosan nézve tartom, hogy mindig fújogassam, hát. Szerintem akkor teljeszkedhetünk egy kicsikét a lépcsővel is, amit mindjárt meglátjuk, hogy megint csak hova rak. Érdekes. Legalább nem ilyen cső. Szóval az tök menő egyébként. Oké, még játszatok, és akkor holnap majd, akkor viszont ezt rá kell rakni. Holnap majd akkor egy kicsikét átépítjük itt a dolgokat. Addig viszont akkor megnézném ezt a CD-t. Ugye van CD-olvasója a gépemnek. Ha oda bepattintok egy CD-t, akkor mi? Van itt valami izé? Íróprogram? Ruhák? Ezt még meg se néztük. Tudok venni kesztyűt, meg pulcsit? Óóó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 
Ezt adom. Nagyon jó, most már sokkal jobban fogunk nézni, gondolom én. Crack. Ó, oh, ez mondjuk lehet. Welcome to Crack World, new IP. Mm.
Itt még nem lehet nálad venni valamit hozzá? Pult alól? Esetleg? Nem? De mindegy, nem, majd, nem. Majd kiderítem, de közben... jaj, ne, tehát az éjszaka ennyi idő alatt. Jó, nem baj, akkor bocsánat, egy kis átépítés lesz itt időközben. Csak hogy fejezze be. Jó, ez úgyis a szargép. Te se akartál ezen játszani, inkább menjél valahova, máshova. Várjál, és akkor... ó, wow, micsoda lépcső. Oké, hát végül is ide kellett rakni. Itt is csináljunk ilyen lépcső alatti buildet. Legyen ez is itt a csóró build. Oda szépen így berakjuk ezt a fosgépet. Ja, és akkor ez a Harry Potter setup. Mondjuk azt. És... hát... ide a lépcső mellé. Ez lesz itt még a legjobbik helyen. De ide a maradék kettő darab helyre szeretnék kettő darab fullos PC-t venni, amihez a legjobb szuszokat vesszük mindenből. Tehát a legdurvább gép $1750-ért kétszer. Oda is kell akkor egy légkondi, most már az is jöhet. A legdrágább szék $1600-ért, úristen, és pont kettő szívom belőle. Tökéletes. Legdrágább billentyűzet $1100, és abból is kettőféle van. Veszünk még ebből a Wallenből egy jó párat. Legdurvább 240 Hz-es Pro Gaming monitor $1600, kettő darab. Legdurvább egér, mind a kettő $800-os, egyet. Mousepad, na most már ilyeneket is veszünk, de egyébként a többi ez is, hát persze. Persze, hogy ez megy a legdurvább setuphoz. Mondjuk várja, nem. Itt vannak széles egérpadok is. Igen, hát akkor azok kellenek. Ez menő az egyikhez, meg legyen ez. És akkor a többi setuphoz, meg még mondjuk... egy szumós. Asztalból is a legkomolyabb RGB gaming asztal. Plusz 100 FPS. $880. Kétszer. És azt hiszem, hogy ennyi. Nem merem megnézni, mennyibe fog fájni. Majdnem $20,000. Na, akkor legyünk már kerekek. Veszünk még egy pár képet oda elők a falra. $20,458 is menjünk, van most 14,000. Szóval egyáltalán nem vagyunk messze a valóságtól. Mennyi kriptó van? $2,400. Oké, nem kell már túl sokat várni. Közben aprúvolgatni kellene a dolgokat. Júj, közben a miner skill is megvan. Prioritások. Először a bánya. Szóval kérem még ezt az egy kártyát, és akkor hát, ja, aludni kell sajnos. És már itt is van az újabb kamionról leesett adag. Mindegyiket kérem, kösz. Mondjuk az ezik minereket nem tudom minek vettem meg, de elfér. A konyhapult hely kihasználása továbbra is tökéletes, és itt már csak kettő darab kártya hiányzik, és akkor lesz egy 18 kártyás bányánk. Még rá se nézek egyelőre a megahashre, inkább megyek és alszok még egyet. És megvan, három rig telibe pakolva kártyákkal, ami azt jelenti, hogy 1356 megahessel, az 1000 az már 1 gigahess? Nem tudom, nem is érdekes, de az brutál. Az nagyon brutál. Azóta mennyit bányáztunk, amióta megépítettem a bányákat? $4,500, úristen. És így meg is van $22,000, szóval hol van az az Amazon? Itt is van. A 20,000-es rendelés leadva, már csak várni kell a tevére. $500-os áramszámla. Hát még majdnem azt mondanám rá, hogy sok, ha nem lennék gazdag. Gratulálunk, teljesítetted a tutoriál küldetéseket. Most már szabadon játszhatod a játékot. Ja igen, már megérkezett az Amazon rendelésünk. Kösz szépen, na, zsír. De négy rész alatt végigértünk a tutoriálon, ez tök jó teljesítmény, nem? Aha, bizony, hogy megérkeztek azok a csomagok. Jó van, akkor hú, pakoljunk. És megvan a kettő legepikebb, legbrutálisabb setup, ami csak igazából lehetséges. Igaz, hogy az asztal az úgy megeszi az egérpadot, szóval az egy kicsikét így hülyén néz ki.
attól függ, milyen szögből nézed, vagy éppen mikor bukkan elő belőle, de nézzük meg, hogy mennyibe is kerülnek ezek. Computers, 5 csillagos, 8,1 dollár az alapára, és 10,7 dollárra lehet kihúzni. Hát persze, hogy ezek lesznek a very expensive-ek, és arra gondoltam, hogy akkor ezt a nagyon szart, ezt levisszük very cheap-re, ezt a másikat cheap-re, és a, ezek pedig expensive-ek lesznek. Normál, hát legyen a normál áras a konzol, a VR pedig expensive. És akkor szerintem az, hogy eléggé jó balansz, érkezett már oda valaki? Aha, hát! Már be is ugrottak egyből, azt figyeld, és nézi a YouTube-ot! Hát ez hülye, 3 másodpercenként 10 dollárt fizet, hogy utána YouTube videókat nézzen, és ő mit csinál? Ő meg éppen tönkreteszi a gépet, hát! De jók vagytok, srácok! Jó van, hát ha hülyék vagytok, az nem az én hibám igazából, szóval nem is nagyon problémáznék. Hát nem tudom, hogy ez az egérpad, ez hozzáad vagy elvesz a látványához a dolognak, hogy őszinte legyek, hogy csak itt bugol, de hogy meg olyan üres lenne az asztal. Hol tart a YouTube-ozásával a srác? 800 dollárnál. Igazából nem probléma, egy ezrecskét itt fog majd hagyni, mert megnézte a nem tudom. A legújabb részét az Internet Café Simulatornek, vagy nem tudom. Ott is van 1054 dollár. Micsoda jó ajánlat, micsoda jó biznisz. Na fizessék. Ott van, pont nem láttuk, hogy kiírja, mert valami más is fizetett, de még borravalót is hagyott. Lekötelezve érzi magát. Jó. És akkor a kettő konzol vissza normálra, bár nem, mintha nem fizetnék ki azt is érte, de figyelj. Én még mindig azt mondom, hogy legyenek azért szintek, hogy mindenki megtalálja, amit keres. És mennyi borravalóit hozott össze? 123 dollár, zsír. És mennyi pénzünk van? 15.000 dollár. Pedig szinte nullára vettem magamat, de csak szinte kriptóban azóta mennyi van? 8.000 dollár. Oké, és ez a hamburgeres még nem nagyon fizetett nekem, mert én nem nagyon láttam, hogy itt peregne itten a dollár. Jó, hogy ki kell venni innen is, 177 dollár gyűjt össze. Sír. Oké, hát szerintem nagyon meglódult a hely, és sokkal jobban néz ki így, hogy ennyire tágas lett, nekem sokkal jobban tetszik, ezt bekapcsoltam. Jó, nézzük meg az értékeléseket. Érdekes, még mindig a szag. Jaj, ne. Mondjuk azért volt itt az elején egy elég jó értékeléses hullámunk is ezen a napon, de mindegy, hát azért valószínűleg akkor az kell majd meglépnünk, amire számítottam, hogy mindennek 5 csillagosnak kell majd lennie, és úgy kell majd, hogy legyen olyan is, ami cheap, és olyan is, ami very expensive, és akkor nem fognak azért panaszkodni, mert laggol, se azért, mert drága, se igazából, szerintem semmiért, és hát ha 5 csillagot nem is fogunk tudni majd elérni, de valami 4 csillag, a 4 csillag az nagyon jó lenne, ha meg lenne. Szóval, srácok, ide folytatjuk legközelebb, remélem, hogy tetszettek ez a rész is, most inkább főként az ilyen életkörülményeken javítottunk, meg hát a rigeken, hogy most már van WC is, meg ilyenek. Hogyha továbbra is tetszik nektek ez a sorozat, srácok, akkor jelezzétek nekem egy lájkkal, és amíg nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!